A küzdelmek 4 hétvégén és idei újításként 2 kiírásban zajlottak. A szervezők a Sáska kupában és a Móricz kupában is díjazták a csapatokat. Móricz kupa szellemiségét tovább tudjuk vinni, ennek érdekében újítottunk erre az esztendőre. Olyan Kiskanizsához kötődő csapatokat kerestünk meg, akiknek a vezetője vagy Kiskanizsán él, vagy ide költözött, vagy kiskanizsai származású játékosok vannak a csapatban, hogy ezzel kibővítsük a kört, és minél több játék lehetőséget tudjunk adni a csapatoknak. A Rozmaring utca játékosa Vizi Szilvia Mercedes szerint az összjátékban érezhető volt, hogy az eddigieknél kevesebbet tudtak csapatban gyakorolni. Mi tavaly megnyertük ezt a Móricz kupát, így címidőként szeretnénk újra megnyerni ezt az egész bajnokságot, és hát, hogy most mindenki küzd a győzelemért, és hogy mindenki mindenkiért küzdünk, harcolunk, és eddig úgy néz ki, hogy eddig sinem vagyunk. Az öreg fiúk között a Bajcsai utca egy gárdájának fő célja az volt, hogy javítsanak az előző évi eredményükön. Nehéz volt, mert ugye keveset tudtunk játszani, sőt együtt játszani még kevesebbet tudtunk. Most, ahogy azért megnyíltak a sportpályák, akkor azért nagyon, nagyon sokat próbáltunk játszani, behozni a lemaradást. Hát ennyi sikerült. A Rozmaring utcának végül sikerült a címvédés, és a gólkirályt is ők adták Horváth Botond személyében, aki 5 találatot szerzett a kupán.